Az országot átszelő, 219 települést is érintő, 1830 km hosszú váltófutással hívja fel a figyelmet a toborzás fontosságára a Magyar Honvédség. A futók a szekszárdi hivatásos, önkéntes és tartalékos katonák kíséretén kívül civil szervezetek, kadétok és általános iskolás diákok támogatásával teljesítették a megyeszékhelyen kijelölt 900 méteres távot. Nekem nagyon tetszett a futás, szerintem fontos, hogy emlékezzünk az őseinkre, és fontos, hogy ápoljuk az egészségünket. Az egészségmegőrző testmozgáson kívül a rendezvényre látogatók a Honvédség fegyverkiállítását is megtekinthették. Futottunk 900 métert innen a Babis Színház központtól a buszpálya udvarig. A futás nagyon élvezetes és nagyon fárasztó volt. Én nagyon élveztem személy szerint. Itt találkozunk sokféle fegyver bemutatóval. Horváth Kálmán kormány megbízott úgy fogalmazott. A rendezvénnyel több fontos dologra is fel lehet hívni az emberek figyelmét. A katonai toborzáson és az egészségmegőrzésen kívül a történelmi hagyományokra való emlékezés is fontos szerepe a programnak. Nagyon fontos dolog, hogy fölhívjuk a honvédség, a katonasság szerepére az állampolgárok figyelmét, és nagyon fontos az, hogy aki az életét a hazáért áldozná, ha olyan szituáció lenne, az ő társadalmi presztízsét, társadalmi megbecsülését mindenképpen szolgálják ezek a rendezvények. Gyurkovics János szekszárd alpolgármester elmondta. Pontos, hogy a honvédség területén mindig legyen kellő utánpótlás, hiszen ők felelnek az ország védelméért. Aminek nagyon örülünk, hogy nagyon sok gyerek vesz részt a rendezvényen, és a másik része, amit itt a bevezetőbe és a műsor során hallottunk, hogy nagyon sok önkéntes is van Tolna megyéből, szóval országos szinten is számottevő. Az országjáró katonai váltófutás szakasza tovább folytatódik a Szekszárd, Baja, Tataháza, Domaszék, Szegedtávval.